Hello, sziasztok, Sirius vagyok, és most nincs időnk megvárni a szokásos gyülekező időt, úgyhogy most egy ilyen sokkal rövidebb gyülekező idő után fogunk belevágni gyakorlatilag a mai streambe, ugyanis nagyon-nagyon kevés időnk van, végül hála az égnek nem 4-kor kell elkezdenem készülődni, mint ahogy azt gondoltam, ugyanis Elvis Zsolti autóval, vele fogunk menni együtt, és autóval sokkal gyorsabb, vagy nem sokkal gyorsabb, de gyorsabb bejutni, mint a megközlekedéssel, úgyhogy így nyertem egy kis időt. Sajnálom, hogy ma csak ennyire rövid streamet tudok összehozni, illetve nyilvánvalóan a játékos is szereti feltétlenül mindenki, viszont gyakorlatilag fél napomat vitatkozással töltöttem Twitteren. Nagyon fura nekem egyébként ez a rend community, illetve nem is az egész rend community is fura, de hogy ez a particular pár képviselő, akikkel most sikerült egymásba akaszkodnunk, ők kifejezetten furák. Mondom, az egész videós tart... Fura, nehezen érthető. Mindegy. Nyilvánvalóan most nem erről szeretnék feltétlenül beszélni, csak akartam jelezni, hogy igazából ez történt. Tehát, hogy konkrétan ez történt. Egyébként pedig, ha valaki nem lett volna itt ezen a streamen, amikor először streameltünk, nem tudom mikor streameltük először, szombaton nem lett volna itt a streamen, akkor ez egy ilyen űrbázis menedzselőjáték, ami alapvetően egy nagyon-nagyon érdekes koncepció is. Igazából nem űrbázis, hanem űrhajó amúgy. Tehát, hogy nem űrbázis, hanem űrhajó menedzselő, de hogy annyira statikus nekem ez a hajó, és csak ugrál adott helyről adott helyre, hogy így persze a teljes pontosságot, így a pontosság kedvéért űrhajó menedzselő játék, de hogy alapvetően mégis egy kicsit úgy éli meg az ember, vagy legalábbis én mindenféleképpen, hogy egy mozogni képes űrbázis menedzselünk, ami rendszerből rendszerbe képes ugrani. Ehhez egy ilyen super old school dizájnt választottak igazából, ami az ilyen alien filmek hangulatát idézi. Nagyjából nagyon sok megoldás is arra hajaz, tehát hogy ilyen a hajóra felszökő szörnyek, meg minden ilyesmi, és nyilvánvalóan azt kell csinálni, hogy rendszerről rendszerre kell menni, és folyamatosan fejleszteni kell a bázisunkat alkotó űrhajót. Most jelenleg így néz ki a hajónk, megpróbáltam megtartani így az űrhajó kinézetet, de nem, vagy amit én így kényelmesen vennék űrhajó kinézetnek, de nem fog menni. Tehát ugye előbb vagy utóbb piszkosul sok... És miért beszélsz megint? Ne beszélj el. Szóval, valószínűleg nagyon sok olyan modul lesz, amit nem lehet sehova beilleszteni. Úgyhogy előbb vagy utóbb ez egy csak egy repülő csont. Szóval nekem minden aspektusában inkább űrbázisra szolgál. Közben egyébként nagyon szépen köszönöm Krisznek a Twitch Prime szabot. Nagyon-nagyon király vagy, immáron 12 hónapja tartja fönt Twitch a Prime-mal. Nagyon-nagyon durva. Nagyon király, hogy ennek a közösségnek a része lehetek, ezért meg is ünneplem nem sokára egy ebéddel. Én nekem ez ma úgy tűnik kimarad. Jó szórakozás mindenkinek, nagyon-nagyon szépen köszönöm. És DaveKim93-nak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a szintén Prime feliratkozást. Immáron 4 hónapja. Nagyon-nagyon király vagy. Köszönöm szépen, és örülök, hogy mind a ketten jól érzitek magatokat, és itt maradtok. Szóval az összes menüje minden ilyen nagyon-nagyon old school dizájnt hoz. Ez ettől függetlenül egyébként egy 2018-ban megjelent játék. Legjobb tudásom szerint 2018-ban jelent meg, nem 2019 januárjában. Tehát ez egy nemrég megjelent játék. Most ahogy nézem, éppen nagyon sok nyersanyagunk nincs egyébként semmire, pedig amúgy lehetne építeni valamit. Tudunk-e valamit építeni? Szerintem semmit, ami fontos lenne. Ja, most nem tudunk semmit építeni, ami fontos lenne. Még egyébként nem feltétlenül tudom, mi a következő lépés abban. Mi a következő lépés vajon? Tudom, mi a következő lépés. Eszembe jutott, mi a következő lépés. Egy klónlebet kéne csinálni. És el kéne kezdeni megcsinálni normálisan a hálókörleteket. Mert most 5 fő fér el a hálókörletbe. Ezek mi vagyunk. Tehát, hogy én vagyok egyedül, és mint a kapitány, és van 4
bokorugrónk, akik csinálnak dolgokat, azt nem mondanám egyébként, hogy túlzottan, de hogy így megpróbálnak dolgokat csinálni, megpróbálnak. Most a hangárban... Ja igen, egy embert átküldtem a refinerybe. És ugye nyilvánvalóan mindegyik része az űrhajónak az úgymond csinálja a dolgát. Tehát, hogy így ami... Ez a szoba, ez itt például a Tractor Beam. Ez azt csinálja, hogyha egy olyan rendszerbe ugrunk, ahol van űrszemét, akkor be tudjuk húzni az űrszemetet, és fel tudjuk használni nyersanyagként. Sajnos... Az űrszeméttel fel tudnak jönni... Szörnyek is. Oké, szóval sajnos az űrszeméttel fel tudnak jönni szörnyek is, ami alapvetően egy probléma. A másik probléma inkább az az, hogy le tudnak petézni. És hogyha lepetéznek, akkor... akkor abból nagyon-nagyon sok űrszörny jön. Most szerintetek rám szaladt valami az előbb, csak nem láttam. Szóval, hogy így két módon tudnak egyébként ezek az űrszörnyek ugye felkerülni. Az egyik, hogy a Tractor Beam-mel felhúzzuk őket a hajóra. Tehát, hogy érdegélnek békésen... Oh boy. Oké, hello? Kérdés, ezek vajon most lepetéztek-e? Szerintetek fel kell kaparnom? Nem, valószínűleg nem. Hogy a rákba kerültek ezek ide? A másik pedig egyébként a bolygóra leszálló űrhajók fedélzete. Szóval azon tudnak még feljönni, ami nyilván tök jó. Azt egy... abban az esetben, ha mi is lemegyünk az űrhajóval, akkor valamiért nem jön fel vele szörny. Viszont, hogyha mi nem megyünk le, csak a bokorugróinkat küldjük le. Jó, nem látok már szerintem sehol petét. Ha minden igaz, akkor előre nem tudnak előre menni a hajóban. Mert le van zárva. Le kéne zárni ezt jobban. Ez a fal rész, ez itt. Ezt a kijáratot, ezt le kéne zárni. Meg szerintem egy gépágyút is el kéne helyezni benne. Szóval ezt a részt, ezt le kéne zárni, mert jelenleg abba az egyetlen egy irány, ahol ki tudnak szaladni. Tehát az a lényeg, hogy azt történik, hogy feljönnek a szörnyek, vagy itt, ebben a teremben, vagy a szomszéd teremben, mert ez a hangár. Nem is értem, miért van ez az egész szerviz alagút dolog. Szóval vagy ebben a részben, mert ugye itt van a hangár, és elkezdenek támadni is, meg megpróbálnak lepetézni, meg minden ilyesmi, szóval tiszta para az egész. És ez az, ami a hajó többi irányába megy. Itt viszont nem tudnak átjönni, mert először is van egy shield generátor, másodszor pedig, ami nem tudnak átjönni egyébként, másodszor pedig van mögötte egy gépágyú, ami ki is lövi őket. Tehát, hogy nem is tudják leharasszolni gyakorlatilag a shieldünket. Úgyhogy, ha egy ilyennel bezárnánk azt a részt is, akkor azzal veszeg elég sokat nyernénk. Csak engem emlékeztet ez a csütörtöki feedelés idei Viktorra? Hát rövid volt a hajam. Más a frizurám egyébként jelenleg. Határozottan más a frizurám, de rövid volt a hajam. Az teljesen biztos. Katicának is nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Nagyon-nagyon király vagy immáron 5 hónapja folyamatosan. Mondjuk én így most láthatatlanban azt mondanám, hogy az szerintem az több is. De hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm. Defenses. Kéne turretet is csinálni, kéne barriert is csinálni. Ebből lehet így, hogy nem tudom, hogy kiadok többre a parancsot? Lehet, nagyon jó. Turret? Azt így lehet, hogy akkor csináljunk turretet is? Mármint, hogy nyilván ezt egyiket se csinálja éppen, mert hogy nekem kell csinálnom, de hogy alapvetően kiadható több feladat is. Ha minden jól megy egyébként, nem vagyok most benne száz, meg ez még nem ígéret. Nyilván holnap kiírom, hogyha nem sikerül, vagy ha sikerül, vagy bármi ilyesmi. De ha minden jól megy, akkor lehet, hogy holnap Sea of Thieves-ezünk. És nagyon várom már. Kipörgött az előbbi írásom, de... Legend téged érdekel? Sajnos nem emlékszem már a tavalyi CubeCast-re, amikor szó volt róla. Legend? Az mi is? Veszek egy gépágyút is. Szóval, hogy az mi is? Milyen játék az? Kicsit megbolondult most a Twitch szabrendszer, a számlálók egészen rendesen össze vannak kavarodva. Nem tudom sajnos, előfordul egyébként. Re-Legend? Az nem a Re-Legend? Várjál, mi is volt a Re-Legend?
Country Legend. Igen. Igen, érdekel. Abban biztos vagyok, hogy csontit jobban. De igen, 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 igen. Abszolút, abszolút érdekel. Abszolút érdekel. Oké. Okay. És teszünk ide mögé egy gépágyút is, hogy minden nagyon rendben legyen. Ne jöjjenek ki azok a kis surmók. Jó, most már csak azt kéne elkerülni, hogy olyan rendszerbe ugorjunk, ahol vannak kalózok. Az megint egy másik állatfaj egyébként, ott aztán azokkal aztán lesz probléma. Jó, weapons. Mit tudunk csinálni? Lézerpisztoly. Iron... Machine gun. Egy ilyet csak szeretnék csinálni. Mibe kerül? Semmibe? Mármint, hogy ezt most csak egyszer hozzáadtam. Oh, wow. Would you look at that? Ó, ez ilyen minigun-szerű machine gun. Hát ez nem akármi azért. Te mi a rákkal streamelsz, hogy szép is, meg 60 FPS is, konzolról is? Egy Elgato Capture kártyával, egy HD 60S-sel. Azon gondolkozom, hogy meg... Most nem, tehát hogy nem használom PC-re egyáltalán. PC-n... egy időben használtam Capture kártyát egyébként PC streamekhez is, viszont most már egyáltalán nem. Nem tudom, így nem... Ezt a debrist, ezt nem szedik ki, fogadjunk, hogy nem szedik ki. Szóval mostanában már így, majd ez a jelenlegi PC-vel nem szükséges, ugye? Igazából régen sem volt feltétlenül szükséges. Csak ilyen kényelmi funkció. Most csak konzolokhoz használom a Capture kártyát. A Capture kártya, igen, egy HD 60S. És van egy Cam Link-em még, amit meg kamerához használok a LEGO streamekben, meg az ilyenekben. Ez a régi frizura? Nem, teljesen más. Nem teljesen más. Nyilván vannak alapvető hasonlóságai a régi frizurához. Mint például, hogy oldalt rövid, középen hosszú. De hogy nem ilyen, tehát hogy tök más, sokkal hosszabb középen, oldalra van fésülve, tehát hogy teljesen más, hogy hordom. Halli Viktor, ezen a hideg napon. Hideg van kint? Én nem voltam még ma kint, de megyek majd ki egyébként. Úgyhogy ez egy hasznos információ. Tárgyú veli vegyítve Pokémon, igen. Február 9-én indul a zárt alfa, lehet kérni kulcsot, streamelhető, és március 9-ig tart. Valószínűleg kérek majd belőle a kulcsot. Na jó, hol fognak dolgozni ezek a srácok? Valószínűleg ezen a környéken elég sokat. Jó, akkor teszünk ki, ja nem! Én megyek. Bocsi, ezt hiszem. Majd a hajó tetején ide. Oh boy! Miért csak egy van? Ja, mert a másikat azt átraktam. Az a kérdés, hogy nem tudom, ti emlékeztek-e, én nem emlékszem rá, hogy van-e helyszín. Azt hiszem, van helyszín. Igen, van helyszín. Ezeken a helyszíneken ilyen mindenféle tudást szerzünk. Ilyen gépfegyver sematikokat, gondolom, lehet, hogy a későbbiekben hajóhoz szoba sematikokat. És akkor nyilvánvalóan ez az, ami így meg, tehát hogy tartani kell egy ideig. Tehát gondolom, amikor a későbbiekben lesz majd brutálisabb ellenfél ezeknél a kis csúszómászoknál, amiket most kerülgetünk. Azt, hogy ide beálltam, az nem feltétlenül a legokosabb dolog. Na, szóval ezeknél a kis csúszómászoknál, ha lesz... Uiii, hogy megpettyent az a zöld izé. Az jöhet. Jó, tele van a biotankünk. Ez baj. Hol kell felvennem a... Mit fel kell vennem? I have you covered. Hol kell leokéznom? Valahol le kell okéznom. Á, ott. Zeusnak is nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, a Twitch Prime-os szabot, nagyon-nagyon király, vagy immár a 3 hónapja folyamatosan. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Keep your crew alive. Oké. Okay. Mert nem vagy alive. Dehogy nem, nincs a live. Mit csináljak én azzal? Hát... Ne legyen suta, és akkor minden rendben lesz. Hát például ne álljon a gépágyú elé, az azt hallottam, sokat segít. Tehát van itt egy halom fegyver. Tehát ha nem vagy kretén, akkor szerintem ennek sikerülnie kell.
amikor ránk világít ez a lámpa, az nem a világ legjobb gondolata. Oké, szerintem az a gépágyú az még egy ideig megvéd minket. Bányászhatunk utána. Nem fogjuk tudni, szerintem nem fogunk tudni mindent kibányászni egy körben. Sőt, meglehetősen biztos vagyok benne, hogy nem fog... Ő az a csapattárs egyébként, aki simán átszalad egy fejlővés előtt. Simán. De olyan zavartalanul átszalad valószínűleg egy fejlővés előtt, hogy öröm nézni. Egyébként a hajó tetején is van egy gépágyú, szóval akár az is... csinálhatna valamit. Mondjuk. Ha már így... Ah, ennyit tudunk felvinni. Te is. Oké, azoktól is összeszedem a biomasszát, hogy az embereink meggyógyíthassák magukat. Aztán valószínűleg visszajövünk. Most azon gondolkozom, hogy visszaküldjem-e csak a hajót? Vagy jöjjek vissza én is? Nem tudom. Valószínűleg még egy körre vissza... Oh, aztán össze kéne szedni? Nem tudom összeszedni. Valószínűleg egy körre még vissza... Oh boy. Töltényeket az ágyukba pótolni kell-e? Az a helyzet, hogy én úgy tudom, hogy a töltényekben nem lehet, tehát töltényeket nem lehet pótolni az ágyukba. Tehát megépíted, van egy adott mennyiségű lőszered hozzá, és azt hiszem ennyi. Utána tönkre mennek, felrobbannak, újat kell csinálni. Nem nagyon drága egyébként ez a lövegtorony, úgyhogy alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy belefér a koncepcióba, meg azt is el tudom képzelni, hogy csak úgy kiszórunk párat ide-oda, hogy így, nem tudom, hogy lerakjuk, de hogy szerintem nem lehet. Oké, vagy a felszínre rakjuk, és akkor űrlények elől próbálunk védekezni, vagy ide rakjuk. És akkor... Nem, itt, tehát vagy ide lentre rakjuk és űrlények ellen próbálunk védekezni, vagy fentre és kalózok ellen. A kalózok, azokra azt mondta Csont, hogy azokat nem nagyon lehet legyőzni. Mármint, hogy azok elméletileg addig jönnek, ameddig át tudnak jönni a hajódra, szóval... ha egy rendszerbe ugrasz, ahol vannak kalózok, akkor onnan tovább kell ugrani. Ami egyébként elég szomorú. Nem, ez itt nem jó, mert ez így fölöslegesen lő. Berakom ide ebbe a sarokba szerintem. Az lenne jó, ha valami olyan helyre raknám, ahonnan körülbelül belát mindenhova. De hogy olyan hely nincs. Olyan hely van, ahonnan alig lát be valahova. Nem tudom, hallottátok-e, de hogy ezek most feljött űrlények voltak egyébként. De itt ez a szoba, ez már úgy fortifyolva van, hogy ez így nem történt szinte semmi. Kicsit el tudnám magyarázni, miről szól ez a játék. Megtettem a stream elején egyébként egy ilyen űrbázis, űrhajó management, ilyen alien stílusú űrbázis, űrhajó management. Nyersanyagokat gyűjtögetünk adott módokon, közben folyamatosan vándorlunk a bázisunkkal, jelenleg ez a bázisunk. Most éppen izére gyűjtünk nyersanyagot, egy clone labre, de hogy az iron kéne, viszont valami oknál fogva nem hoztunk iront. Miért nem hoztunk iront? Valószínűleg azért, mert a csaj tökre nem érdekli, hogy melyiket hozza. Jó, kiürítették, kipakolták a hajót. Itt az ideje, hogy menni megint. 4 iron ore, arra szükségünk van. 8 lithium ore, arra is majd nyilván. Tehát ezeket mind ki fogjuk szedni egyébként. Csak hogy melyikkel siessünk. 8 iron ore. Nem is tudunk felhozni 8 iron ore-t. Jó, menjünk, fejezzük be ezt. Gyere, bogyófül! Ha-ho. Na azért. És akkor ilyen 3D nyomtatott embereket, tehát 3D nyomtatni tudunk legénységet, és ahhoz ilyen biomasszát, meg DNS-t, meg ilyeneket kell gyűjtögetnünk, és akkor elméletileg utána tudunk nyomtatni 3D-ben embereket, és akkor abból lesz több legénységünk, és akkor jobban el tudjuk majd látni a helyeket, meg ó, nem hoztam le egy turetet. Mindegy, végül is most nem kell megkeresnem a felvevő pontot. Mikor lett levágva a helyet? Hétfő reggel. Igen, az egy összezavaró action volt. Hétfő reggel. Most egyébként valószínűleg egy ideig sokat kell majd erről beszélgetnünk, és aztán megszokjátok. Egyébként tökre egészségügyi okokból vágtam le a hajam. Nem éreztem már úgy igazán, nem tudom. Nem volt egészséges. Elől nagyon hullott.
Nyilván azért, mert hátra volt feszítve mindig, szóval... Szóval most emiatt lett levágva. Nyomtatása a munkaerőt? Így van. Így van, sőt, egyébként, ha meghal a karakterünk, amit mi most irányítunk, akkor valaki mást promótálna a kapitányjá, és... hello? És amikor valaki mást promótálna a kapitányjá, akkor... akkor azzal játszik tovább az ember. Tehát, hogyha meghalna például ez a karakter, akit most irányítok, akkor valószínűleg egyszerűen csak kapnék egy másikat. Ami azt jelenti, hogyha valószínűleg van több legénység, akkor ez nemes egyszerűséggel több spawnolást is jelent. Tehát, hogy, többször tudunk spawnolni. Tehát tényleg itt héderezel? Mióta héderezel? Jó, mindegy, hagyjuk. Pont olyan szögben jönnek egyébként ezen a bolygón, nagyon fura. De pont olyan szögben jönnek ezen a bolygón, hogy ne tudja őket lőni a hajó tetején lévő gépágyú. Nem tudom, hogy közelítik meg a hajót, de szinte fel se kerreg. Mi azon gondolkozom, hogy ez lehet, hogy ez tönkrement, vagy mert nincs is? Tudok ilyet ellenőrizni? Hogy... Ó. Oh. Emlékeztek, amikor azt hittem, hogy nem vittem gépágyút? Well then. Elképzelhető, hogy de. Szóval van a tetején még gépágyú? Itt hogy nem Apex Legends megy. Én... nekem nem tetszett annyira. Én kipróbáltam tegnap. Én valahogy ezekről a hype-okról nem tudom, mindig lemaradok. Vagy nem is az, hogy lemaradok. Nyilván tudok a játékról, volt letelepítve, már töröltem is. Nekem nem tetszett annyira. Ügyetlen is voltam benne nagyon, szóval valószínűleg ez is benne van. Teljesen biztos, hogy ez is benne van, hogy ügyetlen voltam benne nagyon. De hogy nekem nem is tetszett igazán, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon szeretem a Titanfall-t. Úgyhogy nem tudom, emiatt nem azt játszom. Most gondolom, de egyébként most gondolom mindenki azt játszik éppen, vagy hát nem mindenki, de sokan. Egyedül kopaszon nehéz lenne megszokni, hát kopaszon magamat is nehéz lenne megszokni, viszont ezt a hajat most nagyon élvezem. Ezt a haját most nagyon-nagyon élvezem. Mert nem, tehát így nem ilyen, értitek, csak mit tudom, reggel így felkelek, és akkor így... ilyenek, szóval... Polos a zöld áttereden, nem Szeti? Egyszer van. Budán kutyavásár. És akkor se kellett volna lennie. Úgyhogy, ja... Tökre élvezem most a rövid hajat. Nagyon-nagyon élvezem. Aztán majd egyszer lehet, hogy kialakul, hogy szeretnék megint hosszút. Lehet, hogy visszaerősödik, lehet, hogy nem. Mondta a... az izé srác, hogy... hogy neki volt egy haverja, aki így levágatta a hosszabb haját, és tökre visszaerősödött elől. Én ezt nagyon szeretném, de nem... Tehát alapvetően nincs akkor se baj, ha nem teszi. Tehát, hogy így... mindegy. Igazából, tehát, hogy... Szóval visszatérve az Apexre, nekem valahogy nem. Nem tudom, nem. Nem adja. Tehát, hogy... nem tudom, nehéz, tehát, hogy az is hozzátartozik, hogy ugye nagyon a korai szakaszban próbáltuk ki, és ilyen megint ilyen lobby problémák voltak, ugye ezt meséltem is, tehát erről sokszor beszéltem már, hogy egyszerűen teljesen nonsens, hogy a Q&A-ben meséltem talán, hogy teljesen nonsens, hogy nem tudnak megoldani egy normális lobby rendszert az Originen meg ilyeneken, de hogy rendszeresen szétdobált minket, nagyon lassan tudtunk elindulni, nekem nem annyira, vagy nem annyira estek kézre a képességek, vagy nem éreztem őket annyira okésnak, tehát hogy nem éreztem azt, hogy annyira elképesztően szuper hasznosak a képességek, bármilyen szempontból. De mondom, ennek nagyon nagy része az lehet, hogy én vagyok béna, én egyébként le is töröltem. Úgyhogy tegnap este kipróbáltuk a srácokkal, és nem igazán éreztem azt magamban, hogy én ezt ilyen szuper nagyon szeretném játszani, és mondjuk inkább 20 gigányira szeretném játszani, hogy nem is tartottam lent. Simán nem tetszik a pálya például, nagyon, nagyon szűk, nagyon furán néz ki. A pálya is, meg a környezet, amikor leugrunk, de a pálya is sajnos. Szóval... Szóval ezek ilyen saját
saját specifikus dolgok. Ez most nem azt jelenti, hogy a játék nem jó, vagy a játék jó. Nyilván nem lesz valószínűleg évjátéka. Gondolom nem lesz, nem nyilván. Igazából lehet, hogy valamit kihúznak a kalapból és évjátéka lesz. Felezzél, Dude. Szóval, de nem tartom egyáltalán valószínűleg. Nekem egyszerűen nem jött be. De hogy alapvetően kevés olyan FPS játék van, amit ilyen nagyon sokáig nagyon lelkesen... lelkesen tudnék játszani, vagy nem is tudom. De hogy ez kifejezetten rövid ideig. Ez kifejezetten rövid ideig. Kusuki Csendnek nagyon szépen köszönöm a szavat, immáron 5 hónapja nagyon-nagyon király vagy, és tökre örülök, hogy jól érzed itt magad. Ötletem nincs, hogy hogy s miként számolja a Twitch eztet a dolgot. Elvesztettem a fonalat. Én most mintha írták volna, hogy ma nem lenne valami rendben a szab számolással. Ah, igen, akkor valószínűleg nincs valami rendben a szab számolással. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mit csinálok. A legjobbkor sétált vele. Mi történt képernyővel? Csak nagyon lassú. Jó, megölted? Meg, nagyon jó. I have you covered. Szóval simán lehet, hogy, hogy valami van. Szeri 89-ek nagyon-nagyon szépen köszönöm a... Megváltozott a kiírás is, azt nézem. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot, immár a negyedik hónapja. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon-nagyon király vagy, és örülök, hogy jól érzed magad. De hogy neked miért nincs például... Valami megváltozott a felületen. Megváltozott, nem is szép, de legalább egyszerű. Oké. Meg kell várni a kipakolást, mert ahogy látom, azok oldalt vannak a jó mellett meg. Ha ilyenkor nyomunk egy indítást, akkor disztrojolja a kargót. De én is úgy láttam egyébként, hogy oldalt van mellette, és egyébként valljuk be, őszintén logikus is lenne, viszont hozzátartozik az is, hogy a legjobb tudomásom szerint, mikor nem vagyunk a hajón, akkor nem történik semmi. Tehát, hogy akkor nem mozognak a dolgok, nem húzza fel a tractor beam, tehát hogy nem csinál igazából semmit. Ez engem speciál egy kicsit zavar egyébként, mert hogy akár működhetne is tovább, de sajnos nem teszi, ami azt jelenti, hogy nem is lenne elpakolva onnan. Hogy van itt még mindig iron? Oké, ez hány? Ez 7 darab. Vissza kell mennünk oda. Hány darab szotunk van itt egyáltalán? Szerintem 7-et fel tudunk. Ó, itt van. 1, 2, 3, 4, 5. Jó. Semmi baj. Ki az, aki nem tűnik annyira hasznosnak? Valakit behozok ide, aztán csak leküldöm őket nyersanyagért. Refinery. A refinery elég hasznos. De azt is lehet csinálni, hogy egyszerűen csak behozzuk. Jó, te is itt vagy mostantól. És menjetek nélkülem. Én ehhez igazából nem kellek. Jó mulatás, Dudebrók. Szerintetek átér annyi idő alatt? Hogy szalad? Valószínűleg át fog érni. Szerintetek itt tudja hagyni a hajó, hogyha nem adok neki lehetőséget átérni? Ja, még eltévedni is volt ideje. Ja, igen, mert waiting for crew. Oké, akkor, ja. Meghalott Twitch, készítsük az ásót, azt mondjátok? Akárhányszor újra meg tudják osztani a szabjukat. Móka. Én aztán nem sajnálom senkit. Jó, mondjuk ha folyamatosan spamelné valaki, akkor az ő, akkor tőle nagyon-nagyon hamar elkezdeném sajnálni. Hogy őszinte legyek, de így, hogy nem spamelitek. Mi? Hol van az iron? Ja, nincs feldolgozva. Oké, nézzük meg, hogy rá tudjuk-e venni a refinery-t, hogy egy kicsit gyorsabban refinoljon. Nem, mert innen vettem el a legénységet. Oké, hogyan lehetne... Azt ott... Oké, szóval... Nekem is berhálnom kell a kompjútert. Oké, ez meg lenne ez az iron. Mink van még? Honnan tudom mink van még? Itt van. Lithium ore. És ha ezt most így bekapcsolom, akkor most berhálom a lithiumot? Vagy most áthozza valaki a lítiumot, és aztán berhelem majd a lítiumot?
Akkor a depozitban eltűnt egy robot szerintem. Ó, igen, hozza. Igen, szerintem ez most áthozza a lítiumot, és aztán fogom beárhelni. Jó, de hova teszed? I have you covered. Aha. Páncélos palacsintának is nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Szintén 5 hónap egyébként. Nagyon-nagyon királyok vagytok. És megint Iron berhelek? Honnan öletekből szerzett megint Iront? Nem mondod, hogy egyesével hozod az Iront, mert sírni fogok. Mert hogy hát igazából nem fog sírni, de... De közben meg pedig igen. Jó, halvány elképzelésem sincs, mi történik. Oké, itt nem történik semmi. A lítium ort. Ha tessék már. Waiting for resource. Ah, hogy hozza a lítiumot. Csak csak nem tudom, honnan hozza a lítiumot. Merre mened, Dudebro? Honnan hozod a lítiumot? Ó, az űrhajóra. Akkor lehet, hogy lepetézett valami. Jó, valószínűleg itt nem jött át. Az meglepne. Oké, azt hiszem nem látok Petét. Mondta, ó, itt halt meg. Oké, Pete, bárhol. Jó, oké. Ha minden igaz, akkor ez rendben van. Ti viszont menjetek a következő misszióra. Egy pillanat van, hát a legrosszabb úsít a szemben a nap. De azt hiszem ti is látjátok. Az ott a homlokomon, az a webkamerám árnyéka egyébként. Just saying. Ah! Vissza vagyok, elnézést! Szóval és tettel. Szóval az első körben szerintem lemegyek velük, mert igazából miért nem. Meg alapvetően össze kell gyűjteni cuccokat, és nem vagyok benne biztos, hogy ezeket ők össze tudják gyűjteni. Nem megyek le sehova. Nem megyek le sehova, van még egy körük. Ah, Istenem, miért kell... Hogy lehet ennyire kevés cuccot felhozni egyszerre? Ezt lehet vagy fejleszteni? Vagy még egy hangárt építeni? Mondjuk egyébként, hogy For That Matter a refinery sem dolgozik nagyon gyorsan. Oké, megérkezett a lítium. Nézzük, hogy ez hogy működik. Hogy most csak egyet tudunk. Nem. Hála az égnek készíti a következőt. Készíted a következőt? Mondd, hogy készíted a következőt. Könyörgöm, ne kelljen egyesével megvárnom, míg a robot hozza a cuccokat. Addig beszéljük ki, amíg nincs itt. Hosszú a csetem, srácok, mert egy függőleges monitoron használom. Úgyhogy ez nem annyira egyszerű. Oké, mi van ennél a? Ship status terminál. Van 6 iron, 4 ironunk. Meg egy iron órunk. Miért van még mindig egy iron órunk? Hogy hackeljen már meg azt az egy Iron Ort? New materials have been refined.
Pingvinharcos alatti leírás alatt van? Hát gondolom igen, valahol ki kéne írni a Twitchnek egyébként. Genesis Alpha van. Azt szeretném. Azt nagyon-nagyon szeretném, mert akkor azzal meg lenne a nyersanyag arra, hogy, hogy legyen nyomtatónk, és el tudjunk kezdeni embereket nyomtatni. Hova fogjuk tudni majd vajon rakni a nyomtatót? Ide az első részre kéne egyébként. Halljátok? Oh. Wow. Ez baj. Ezek honnan jöttek? Ah, ne már. Here we go again. Most megint Petét keresünk egyébként. Azt hiszem a Petéket nem jelzi. Oké, ne jöttünk. Lifeform detected. Hogy lenne itt lifeform? Ja, itt. Oké, ezt értem, de van-e Pete? Azon gondolkozom, hogy vajon hogy nézhet ki ez a játék akkor, hogyha egyáltalán nem foglalkozunk a Petéknek a kiszedésével. Ezt a kettőt is el lehetne zárni egymástól, nem? Dehogy nem, elzárjuk. Van is ráadásul azt hiszem rá lehetőségünk, csak kihozom a cuccot, azt elzárjuk gyor. Oké, okay. viszünk egy shieldet oda lentre. Nem lehet olyan nagyon nagy cucc. Ahogy. Na, innen már nem szalad ki. Mondjuk az a baj, hogy akkor megakad itt. Szóval az se feltétlenül jó, de végül is mindegy. Az egyik szobád alatt az energy nódok megsérültek. Igen, ezt tudom, de azt nem tudom, hogy... hogy azzal mit kell... Oh, boy. Hogy azzal mit kell csinálni. Itt hallom, hogy serceg. Oh, hogy ennyit. That was deep. So deep, I can't even see you. Itt is megsérült valami. Halljátok a sercegést? Valószínűleg lent van. Aha, ez is megsérült. Jó, ezek nem tudom, hogy mit csinálnak, de nyomogatni kell őket. Valaki esetleg a chaten játszott ezzel a játékkal? Vagy látta Csonti videóját? Ez a raktár. Ez a refinery. Én meg néztem, hogy miért nem tudok refinolni dolgokat. Ah, hogyha túl sok robban fel, akkor az, amint hogyha túl sok sérül meg, és nem javítjuk meg, akkor ez fel is tud robbanni. Oké, okay. Az baj. Ez kifejezetten probléma. Ennek szerintem megjelentett újra az űrhajó. Jó, viszont biztos vagyok benne, hogy ezen a részen nem. Jó, ezen a részén nem. Oké, nézzük meg, hogy hova küldjük. Kell őket még ide küldeni? Nem, végre nem kell. Nagyon jó. Itt csak nyersanyag van, az tök jó. Itt is csak nyersanyag van. Kéne az az iron. Kéne az az iron. Úgyhogy megyünk ide. Oda viszont megyek én is. Ide megyek én is. Befestem a hajam, ha már le is van vágva? Nem. Ugyanis az a helyzet, hogy nagyon tetszik a színe. Mert hogy én szeretem a hajamnak a színét. A szakállam színe királyabb, mert a sokkal sötétebb. A szakállam színe sokkal sötétebb. De én szeretem a hajamat is. Még most eljöttek nagyon száraz. Havenyek képzelésem is, mit kell csinálni. Úgyhogy ja, hú, ez tényleg nem lesz egy hosszú stream. Oké, okay, szóval nekem meg kéne találnom... Volt valami doboz, nem? Mert tőleg arra van, mert ott világít valami. Ó, oh, itt van. Na jó, ezt ide lepattintjuk. Mi meg felmászunk erre a magaslatra. Hát én nem mászunk fel erre a magaslatra. Nem mászunk fel a magaslatra, felmászunk erre a magaslatra. Kicsit kisebb, kicsit kevésbé magaslat, de milyen. És erre se tudunk felmászni.
Nem feltétlenül szeretnék így lent járkálni. Nem feltétlenül azért, mert így valami így elkap, vagy így valami, de hogy így értitek, ha lehet egy kicsit magasabban lenni, az sose rossz. Innen nagyobbat lehet esni. Vannak samponok száraz fegyvére, jó, gondolom nyilván, persze. Suit upgrade. Nagyon jó. Meg visszasegíteni a sutáknak. Hogy mennyien vannak ezek a vackok? Oké, leteszünk ide még egy gépágyút. Mondjuk ide. Mondjuk az csak egy irányból véd minket, ez nem jó. Több irányból kéne, hogy védjen. Kicsit a bolygó részek azok ilyen... Azok ilyen túlkötöttek az én ízlésemnek. Tehát hogy egy ilyen egy kör alakú terület van, azt így át lehet sétálni, a hangulata az ilyen nagyon creepy. És ebből adódóan, hogy ilyen kötött, ebből adódóan ilyen régi sci-fi hangulata van ennek is. Mert hogy ugye akkoriban kicsi volt a díszlet. Oké, hova lősz? Honnan jönnek? Honnan jönnek. Azt viszem. Ha megkérdezem, mikor lesz, akkor bant kapsz? Nem kapsz bant, de valószínűleg válasz se. Kivétel, hogyha az a kérdés, hogy mikor lesz Sea of Thieves? Mert arra például lehet, hogy tudok válaszolni. Amúgy nem nagyon. Szóval amúgy sem is nem nagyon, viszont ha kiderül, hogy... Hogyha mondjuk éppen pont Sea of Thieves-re akarsz elkérdezni, ez lehet, hogy menni fog. Oké, és akkor elmetek ebből tudják. Hát ide még lesz egy pár körünk egyébként. Na felezzétek ezt a hajót, srácok! Nem vettem fel a gépágyút, ugye? Lehet, hogy felvettem a gépágyút. Szóval akkor holnap shot, ha minden sikerül és minden összejön, és minden okés, és nem tudom, akkor igen, akkor holnap Sea of Thieves. Tehát, hogy most Zsoltival megbeszéltük, még Papival nem, de hogy igazából Zsoltival már elég lelkesek vagyunk. Jó, nézzük meg, hogy mi van ezen a bolygón még. Kell nekem erre még mennem? Nem ezt a bolygót csináljuk, ezt a bolygót csináljuk, nem? Vagy ezt a bolygót csináltuk? És two sides van, és nem egy? Ezt megkeresettem volna egyébként. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezt megkeresettem volna. Zeni és Hunter? Én nem tudom, hogy Hunternek megvan-e. Zeni, ő abszolút, persze. Ha van kedve, még most beteg Zeni, szóval nincs nagyon hangja. Úgyhogy ezt mondjuk, megbeszéljük, hogy van-e kedve, mert hogy benne van ugye, hogy nincs. Kéne két hangár. De az nincs elég ember, úgyhogy majd lesz két hangárunk. Oké, meg tudjuk már csinálni végre? Nem. Mindjárt, utána nézek, hogy miért nincs elég ironunk. Szóval... I wanna hack the hell out of the iron. Ó, ezért nincs ironunk, mert nem nyomogatom a gombokat. Azért nincs ironunk, mert nem... Oké, és viszont ezt meg tudjuk építeni. Nézzük meg, hogy mekkora. Ez nem nagy. Még nem is pici, de hogy... De nem nagy. De nem jó. Mi van akkor, ha ezt ide így előre rakjuk? De úgy, hogy mondjuk teszünk egy izét, egy ilyen liftet, és egy szinten följebb rakjuk. Kicsit lehet, hogy furá. Hát, kicsit furá. És mi van, ha... Ugyanúgy egy szinttel följebb rakjuk, de így elfordítva. I have you covered. És... Egy turbóliftet rakunk. Egy szinttel lejjebb. Ide. Nem ide. Ide nem rakunk turbóliftet. Rossz, miért nem rakunk ide turbóliftet? Veszek azért nem rakunk ide turbóliftet, mert gépfegyverek vannak ott. Nem azért nem rakunk. Hogy kéne ide turbóliftet rakni? Hova tudok például turbóliftet rakni? Ez sok mindent megmagyarázna. Connor Hunak nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot! Meg lenne a 12 hónap, azaz egy év, nagyon-nagyon király! És nagyon-nagyon szépen köszönöm. Bú, minden stream alatt megosztottam, hogy egy éves lettem, lol. Twitch dolog. Ugye olyan menő vagyok? Így van, abszolút. Oké, miért nem tudom vajon lerakni a liftet? Ez egy, veszek azért, mert oldalról kéne csatlakoznia, ugye? Aha, azért, mert oldalról kéne csatlakoznia.
Az a kérdés, hogy abban mondjuk van egy nyersanyagunk, mert nagyon sok tárolókapacitásunk van, de mondjuk ebben itt van egy nyersanyagunk. Regain from destruct. Oké, mi van, ha ezt itt most finoman megsemmisítjük? És... ez nem az az oldal volt, amit meg akartam semmisíteni egyébként. És ennek ide teszünk egy turbót. Aha, hát ez teljesen máshogy néz ki. Oké, és akkor teszünk egy folyosót is, hogy nyilván marha nehéz legyen az egész. Oké, vajon melyik van egy magasságban a lifttel? Ez a magasság, nem az a magasság. Oké, nem ide is kell tenni egy turbóliftet, ha minden igaz. Így. És erre teszünk egy folyosót. Nem, de. Nagyon jó, erre tettünk egy folyosót. Ezt talán komplexebben nem is oldhattam volna meg. Például, ha a másik oldalra teszem a turbóliftet, az valószínűleg sokat segít. Az a kérdés, hogy mivel vesztünk-e nyersanyagot amiatt, hogy most azt is lezúzom. Nem, nem akarok feltétlenül. Ez most nem feltétlenül a legjobb megoldás, ami itt történt, vagy mondjuk közel a legjobb megoldásokhoz. Viszont tény és való, hogy el van helyezve egy ilyen cuccunk. És elméletileg most már tudunk is turbóliftezni. Meg, ki is nyomtatok valakit. Nekem megtetszett a játék, épp veszem meg. Én igazából tökre örülök neki, hogyha tetszik valakinek, meg ha olyan játékot... találtok nálam, ami így tetszik, ez tök jó, és nyilván ezért is próbálok ki új játékokat, meg ezért is tartom fontos. Itt volt egy shield. Hova lett ez a shield? Olyan elvittem. Turbo lift. Use terminál. Hát olyan nagyon sok level nincsen. Oké, ez a turbo lift nem volt a világ leglogikusabb dolga. Na mindegy, clone lab. Itt tudunk klónozni. In the lab. Oké, szóval... szeretnék klónozni legénységet. Mit tudunk csinálni? Van itt egy human. Nem tudunk, mert nincs hozzá biomasszunk. Hát ilyet tudunk. Ez mit szív? HCI. Olyanunk nincsen. Ez KUH, és nincs is hozzá DNS-ünk. És ő mit szív? Ő O2-t szív. This creature then improves intelligence and speed, but weakens health. Adding this DNA is good for engineers. Hogy működik ez vajon? Balance... oké, tehát select alien ability. Advanced clone lab needed to research. What? De én csak őt szeretném klónozni. Cloning initiated. No empty... crew cabins left. Ja, hogy annyit viszel, és annyink van. Oké, ez a critical crew cabinnal kapcsolatban ez az a helyzet, hogy igaz. Hála az égnek, egy kisebb vagyomba kerül. Majd ahhoz képest, amink van. Jó, ne készülj el addig, ha lehet. Nagyon lassan készül úgyis, úgyhogy most nem nyúlok ebből bele, megyek, szerzünk egy halomvasat. Ez a lift, ez itt nem jó annyira. Itt van bármi más megoldás arra, hogy átmenjünk a másik szintre? Nekem tetszik egy csomó játék, amivel játszol, kedves Sirius, csak amikor kipróbálom, akkor rájövök, hogy amit, vagy ahogy streamelsz, ez egy kicsit más, vagy más, hogy örülök a játékélménynek, inkább megmaradok a streamjeidnél. Ez egyébként ez egy teljesen valid pont, mert hogy ez tökre lehetem képzelni. Na, hogy állunk Ironnal? Oké, van itt még bolygó, amiből tudnánk szerezni iront. Elméletileg van még egy olyan bolygó. Ez lítium. Oké, itt van egy az egyben olyan iron, vagy annyi iron, amennyi kell. Úgyhogy srácok, most elhúzunk ide. Azt a lítiumot, azt majd kiszedjük később. Egy site, meg egy növény. Oké. Ide jövök én is, pattanjatok be. Lehet találni teleportáló szobát. Ez például jobb lenne ennél a liftnél. Hogy őszinte legyek, az például jobb lenne. Bár mondjuk ennél a liftnél egyébként valószínűleg egy, nem tudom, egy anális beöntés is jobb lenne, de hogy... de értitek, mire gondolom. K-
Oké, okay, tehát akkor itt van egy szájt, meg van valami egy növény. De, most nem ezért vagyunk itt, hanem hogy iron szedjünk. Srácok, iron, mindenki szedjen iront! Oké, ez nem iron. Ez aztán szuper nem iron. Ez iron. Vajon ott maradt el a turret, vagy törlődött? Nem tudom egyébként. Halvány elképzelésem sincs. Mennék tovább a rendszerben, az a baj. Csak... hát csak azért csak be kéne gyűjteni a nyersanyagokat. Tehát anélkül nincs értelme igaz. Most igazából nincsen semmi, ami miatt tovább kéne mennünk a rendszerből. Egyetlen egy dolog zavar, hogy ugye az űrhajó az viszonylag lassú. És jelenleg nem történik semmi a tractor beamnél. Tehát hogy nincs... Sáncok, csináljátok a dolgotokat, pretty please! I don't wanna die! Ó, oh, ezek elég nagyok voltak. Oké, okay, és itt van valami növény? Hogy kéne megtalálnom azt a növényt vajon? Oké, okay, ez 4 iron. Egész jó egyébként. Majdnem, majdnem sikerült. Srácok, tudjátok-e, hogy merre kell menni ahhoz, hogy... hogy megtaláljam a növényt. Oké, okay, menjünk először is ide. Szlőszer. Ez egy olyan shuttle egyébként, amivel mi jöttünk. Még mindig. Vagy ez egy másik bolygó, csak pontosan ugyanúgy néz ki, mint az előző bolygó. Ez egy opció amúgy. I have you covered. Szat 86-nak nagyon szépen köszönöm először is az egy dollár, az első donation, ne haragudj, nem tudom, valahogy nem vettem észre. Hari, nem tudom mennyire követed a dolgot, de február 6-án, azaz holnap kijön az Astroneer Early Access-ből végre 1.0, tervezel esetleg ránézni, igen. Ha jól emlékszem, még tetszett neked eddig is, igen, nekem kicsit a bázisépítés hiányzik, de egyébként... de hogy egyébként igen, abszolút tervezek ránézni, szerintem még a héten meg is tudjuk ejteni, nem tudom ilyen csütörtök magasságában mondjuk. Most nyilván nem látom pontosan, meg nem tudom pontosan, de hogy szerintem a csütörtök az működhet. Stationeer-t is szeretnék visszanézni valamikor. Hogy néz ki szerintetek a növény, amit keresünk? Hogy lehet begyűjteni olyan a növényt, amit keresünk? Hogy lehet vajon begyűjteni a növényt, amit keresünk? Egyetlen keresünk-e növényt? Begyűjtötte el valaki a növényt? Oké, nézzük meg PDA-ban. Nem ez az a PDA. Nézzük meg Shift. Oké, nyersanyagot nem tudnak gyűjteni. Ugyanolyan szikla, mint az iron, csak zöld az egyik fele. Na, akkor ezt soha nem találtam volna meg. I mean really, soha. Azt valószínűleg. Ha nem szólsz... oké, okay, ez. És akkor ezt ugyanúgy... hell no. Menjünk, mindjárt visszajövünk, srácok, megnézzük az a növény. Astroneer, Jump Force, Anno 1800. Az helyzet, hogy ja, jövögetnek a játékok, srácok, jövögetnek, egyértelműen. Mondhatnánk azt is, hogy nem lehet tagadni, hogy jövögetnek játékok egyébként, amik így nagyjából érdekesek. Én most így, nem tudom, nem vagyok ilyen, wow, mennyire várom a dolgokat, de hogyha jön majd játék, ami érdekes lehet, akkor ezt tökre adom. Oké, okay, szóval most azt fogjuk csinálni egyébként, hogy most egyelőre a Tractor Beam az nem működik. Úgyhogy a Tractor Beamnek az alkalmazottja az kocogjon át szépen ide. Ezért történik is. Nagyon jó, és nem tudom, berheld a dolgokat, hogy működjenek. Tehát, hogy így csinálj dolgokat. Nem tudom, csinálsz dolgokat. Nem vagy te nagyon gyors. Ó, oh, de legalább nagyon ijesztő vagy. Oké, okay, mehetünk. Elkezdték kipakolni, még van 3, mire kipakolják.
Mindenkinek jó étvágyat, ha más is enne. Neked is jó étvágyat, és egyébként nyilvánvalóan mindenkinek jó étvágyat. Most ilyen ebédidő van, vagy ilyesmi? Joynak nagyon-nagyon szépen köszönöm a 22 hónap szabot. Nagyon-nagyon király vagy. És egyébként tényleg elképesztő durva. Azon gondolkoztam, hogy kirakok alulra egy ilyen scoreboardot, nem scoreboardot, de ilyen scoreboardot, hogy kik a legrégebbi szabok, mert szerintem tök jól néz ki. Vagy nem is tudom. Szerintem király. Meg szerintem, nem tudom én. Én büszke vagyok rá, hogy vannak ilyen régi szabok. Nyilván nem streameltem annyira régen, ennyire aktívan Twitchre, szóval alapvetően érthető, hogy... De egy érzitek. Szóval az lenne a kérdésem, hogy játszottál-e régen, nagyon régen a Port Royale játékkal? Ha igen, hogy tetszett? Port Royale. Nem is mond semmi. Nekem a dolog. Port Royale. Aha, ez egy hely. Ennél kicsit többre lesz szükségünk. Game. Port Royale game. Overwatch. Halvány elképzelésem sincs, mi lehet a játék. Nem játszottam egyébként. Tehát ezt így viszonylag egyértelműen tudom mondani, hogy nem játszottam. Oké, hova akarunk mi menni? Ide is, csak a gombáért. De már. Ah, pazarlás. Még mehetnénk ide is. Menjünk ide, és aztán majd elmegyünk oda is. Csak nagyon gyorsan megjárjuk. Múltkor is látszom, majdnem 3 évvel, az durva. Igen. Ja, igen. Az, igen. Egy Twitch csatorna, ami nem Apex Legends megy. Ja Istenem, ezek a játék megjelenések ilyen tekintetben annyira viccesek. Hogy mindenki, ugye nyilvánvalóan mindenki ki akarja húzni belőle azt, amíg érdekes. Nem lehet tudni, hogy meddig érdekes a játék. Tehát, hogy nem lehet tudni igazából, hogy... Ez nem az a bolygó, ahol az előbb voltunk. Na mindegy. Szóval nem lehet tudni, hogy érdekes lesz-e vagy nem. Úgyhogy nyilvánvalóan addig kell gyorsan streamelni, ameddig még nem derült ki róla, hogy nem. Nyilván, hogyha... Ha így... így sikeres, meg így jól meg... Hello. Futás van, boys! Jönnek a bogyók! Ó, ez beesett. Szóval, például nem tudom, megjelent a Fortnite, és nyilván mindenki Fortnite-t streamel, de aztán kiderült, hogy a Fortnite marad. Szóval ezt a játékot lehet tovább streamelni. De például nem tudom, amikor így megjelennek a AAA-s játékok, amikről lehet tudni, hogy a Twitch-en tiszavirág életűek lesznek, nem tudom, Pokémon, God of War. Nyilván addig lesznek a Twitch-en érdekesek, ameddig az elsők végig nem játsszák. Szóval szerintem ez tök izgalmas ilyenkor a jelenség, hogy most nyilván mindenki azt játsza, és megpróbálják kihozni belőle azt, amit lehet. Én nem tudom, hogy mennyire izgi az játék. Mennyire izgi azt a játékot nézni? Az Apex cuccot? Van rá lehetőség, hogy visszatérsz hozzá nagyobb nézőkkel játszás erejéig? Nem. Szerintem már nem Planet Side 2-zik senki. Egyszer lehet, hogy össze kéne hozni egy ilyen fan streamet. Mert csak egy ilyen... Tudjátok, egy ilyen... Csak így fannak. Oké, okay, crew. Ó, már is van az... Nagyon jó. Quarters. Oké, okay, itt a quarter. És hova szeretnénk mi ezt rakni pontosan? Hát gondolom a másik felé. Ez elég logikusnak hangzik, csak itt szinte feljebb. Nagyon jó. Úgyhogy hát a nagyon jótól egy kicsit messze vagyunk, de nem annyira rossz. Jó, és akkor most lett egy újabb ház, ami azt jelenti, hogy amint visszatállok a hajó elejébe, és lesz egy darab ember, aki fent fog lakni. Egyetlen egy darab ember. És nála lesznek a bulik. Számomra játszani is, meg nézni is unalmas. Ah, szomorú. Ó, már fel is értünk. Lol, ennyire nem hosszú ez a... Oké, tehát akkor megvan az új kis szállás. Megvannak az ágyak. Megvan, jó, ez megvan minden. Ez rendben van. És akkor most egy kicsit belegyorsíthatunk ebbe a klónozási folyamatba. Hogy tudok belegyorsítani? Itt tudok, nem? Vagy hát nem belegyorsítunk, hanem megcsináljuk. Ha nem vagy nagyon szép!
new clone arrived. Ha ez így jön ki, fejbe lövöm. Nem így jött ki. Jó napot! Alamo, az jó. Ne, az jó. Ott marad? Nem, jó, hála az égnek nem maradott. Jó, csinálunk még egy klónt. Csinálunk még egy klónt, leginkább miért ne alapon. Tehát szeretnénk, vagy lehet, hogy többet is. Csinálunk szerintem most annyit, amennyit tudunk. Ez a rész se szép itt. Tehát ez például miért véres? Miért tároljuk ezeket ezekbe? Miért nem lehet csak belökni őket a világűrbe? És aztán majd szépen elhelyezgetjük, mint... Ja, izé, pöcsögtetnem kell a mágikus billentyűzetet, különben nem klónozódik a csodálatos hölgyemény. Az első teltelt kreált szoba? Szolga? Nem szolga. Dehogy szolga. Alkalmazott. Azért nem hívom őket szolgának, mert lehet, hogy én leszek valamelyikőjük. És hát értitek, ez azért nem jó. Tehát human. Ebből tudunk még, hogy ne tudnánk. Persze, csapassad neki, feltölti trutymóval. Belerakja az embert. Amit elfényesít, hogy ne kelljen megcsinálni az animációt. És aztán kijön belőle a csúnya ember, és aztán kijön belőle a szép ember. Meddig lesz stream? Fél ötig, vagy ötig? Fél öt után valamivel abba kéne hagynom. Fél öt. Nem feltétlenül... Tehát, hogy ilyen 40-kor legkésőbb. 40-kor legkésőbb. Ja. 40-kor... legkésőbb. Szagnyolt vannak, közben nem olvastam fel a második donétjét egyébként, mert egy szétszart idióta vagyok. Nem tudom, hogy az előző donétnek miért nem volt hangja. Vajon ennek van volt? Ennek van volt! Igen, azt hiszem. Tehát, hogy annak volt, csak elfelejtettem. Jaj, nyomogatnom kell a gombot. Felejtettem el megint. Volt olyan játék, amit meguntam, és aztán később újra élvezni kezdtem. Egyébként szerintem volt. A StarCraft szinte biztos. Nagyon gondolkozom rajta egyébként, srácok, hogy végig kéne játszani Twitch-en a StarCraft Legacy of the Void-ot. Mert én nem játszottam még végig a Legacy of the Void-ot. Viszont... jó, hát akkor most ennyien tudunk lenni. Viszont az a helyzet, hogy elviszem a liftet. Hogyha már végigjátszuk a StarCraft Legacy of the Void-ot, akkor előtte végigjátszhatnánk a Wings of Liberty-t és utána a Heart of the Swarm-ot is. Mert csalódtunk a Sky Factory-be? Hát nem. 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 Kicsit. Én egy kicsit. Vannak benne olyan dolgok, amik nagyon tetszenek, de hogy nem arra fókuszál feltétlenül. De hogy meg lehet őket kerülni nagyon jól. Oké, tehát. Van itt ő. Te gyere ide. Igazából te is gyere ide. Nem tudom, hogy ez így oké-se. Majd maximum valamit igazgatunk. Most egyelőre gyertek ide. Aztán. Van egy részünk itt. Ide jó lenne, ha jönne valaki, szóval. Gyere. Bármilyen most éppen nem lenne fontos. És akkor végigjátszanánk az összes StarCraftot újra. De az a helyzet, hogy az így nagyon sok időt elvinne. Az nagyon-nagyon sok időt elvinne. És akkor nem tudom, lenne mondjuk egy StarCraft szerda, vagy valami ilyesmi. Addig, ameddig be nem fejeznénk a StarCraftokat. Mi az Apex Legend? Mindenki azzal játszik, ha volt róla szó. Bocsi, ez egy ilyen... Battle Royale játék a izéhez. Titanfallhoz. Csak nincsenek benne Titanok, nem lehet szaladni a falon, nem... Szóval nem lehet benne csinálni dolgokat, amiket sajnos kéne csinálni ahhoz, hogy én például személy szinten égedet legyek. Na mindegy, szóval, hogy vannak dolgok, amiket így nem lehet. És ilyen különböző képességű karakterek vannak benne, és három fősek a csapatok, tehát mindig három fősek. Ha egyedül indulsz, akkor is kiegészíti három fősre. Ez valószínűleg ilyen balansz kérdés, mert van, mit tudom én, ilyen nagyon tankos karakter, aki elég lassan mozog, van ilyen nagyon fürge karakter. Tehát, hogy alapvetően már maga az a karakter, akivel indulsz, is adott képességekkel rendelkezik. Három fős csapatban indultok, és egyébként onnantól kezdve egy Battle Royale. Keresni kell cuccokat, lootolni kell, folyamatosan szűkül a kör, gondolom.
megint ott hagytam egy gépágyút, ugye? Ezek nem ennyire olcsóak egyébként, mint ahogy ott hagyom őket. Viktor is az 500 APM. Ja. Én is az 500 APM. Nem mondanám. Nem mondanám, hogy közel vagyunk. Let's play-nél többet úgyse venne el. Annál nem. Nekem is hiányzik egyébként. Van itt még nyersanyag? Ó, srácok. Mit csináltok? Ezt tessék berhelni, mintha mozognánk, meg élnénk. Ma jött ki. Nem ma jött ki tegnap egyébként, tegnap este. Mi izékor játszottunk vele. Több billentem meg. Mi 10 körül, 10 után játszottunk vele, nem tudom pontosan mikor jött ki. Tehát azt nem tudom megmondani pontosan mikor jött ki. De hogy tegnap este már elérhető volt, ilyen húzigálva. Én nekem személy szerint egy picit gagyinak tűnik, de lehet, hogy amúgy butaság. Mondom, nézzetek bele streameket. Lelövöm most ezt a streamet, úgyis valószínűleg valami Apex-es streamet fogok tudni hostolni, mert más nem nagyon. Mert hogy mindenki azt streameli, gondolom. És nézegessétek meg, mert egyébként simán lehet, hogy jó. Ami viszont számít, az az, hogy free to play. Tehát, hogy oh, hello! Tehát, hogy ingyenesen játszható a játék. Nyilván ilyen mikrotranszakciós modellel ilyenek. Szóval el lehet simán meg lehet nézni, hogy tetszik-e. Én nem tudom pontosan megmondani egyébként, mi nem tetszett benne. Tényleg nem tudom pontosan megmondani, hogy mi nem tetszett benne. Ha már Let's Play még mindig tervben van, hogy valami formában visszahozod, vagy teljesen elhalt az ötlet? Egy új sorozat formájában egyébként. Tehát, hogy úgy van tervben, hogy egyszerűen kezdek egy új mapet. A régi map nincs tervben. Nagyon szuper ez a map, meg nagyon imádom, de... Nagyon nehéz megfuttatni. Szóval, hogy egy új map van, ahol szépen az elején haladunk, és valószínűleg egyébként itt Twitch-en. Többen nem vagyok száz százalékig biztos, de valószínűleg itt Twitch-en. Na utas, van-e valami unalmas bolygó? Hát ez szuper unalmas ez a bolygó. Úgyhogy majd oda fogtok menni, srácok. Nézzük meg, hogy vannak az új jövevényeink. Hálóztok, kedves új jövevények. Pörög el a munka? Nem, nyilván mindig sétálgat. Valószínűleg azért egyébként, mert nincs új nyersanyagunk éppen. De hogy egyébként... Van egy csomó uránium órunk, meg ilyenek. Szóval tessenek ügyesen... Oké, van 5 ironunk, 16 copperünk, 10 alumíniumunk. Csinálhatnánk egy közösségi helységet egyébként. Csak az a baj, hogy az át kéne építeni a... Ahhoz át kéne építeni ezt az egész részt. Miért jövök ide? Oké, szóval az át kéne építeni ezt az egész részt. Mert nyilván az lenne jó, ha a közösségi helységből nyílnának a nem közösségi helységek. Mekkora lehet ez a közösségi helység? Patár nagy. Értem. Oké, azt lehetne csinálni egyébként. Esztétikailag problémás lenne. De azt lehetne csinálni, hogy... Ezeket lebontjuk. Mennyit kapunk értük? Ezek darabja, az 10. 10 ironra van szükségünk. Mindenképpen egy quarterhez. Egy lunch, az 5 copper. Oké, ez menni fog. 10 iron. Oké, mennyi ironunk van most? Most jelenleg éppen van 5 ironunk. Ami azt jelenti, hogy ebből a kettőből visszakapunk 5 iront. Méghozzá visszakapjuk mind az 5-öt. Oké, nem lehet. Oké, akkor. Azt csináljuk, hogy megelőlegezünk egy crew kabint, és rárakjuk valahova ide a hajóra, vagy valahova, ahova rá tudjuk rakni a hajóra, nekem azt hiszem teljesen mindegy, valahova rárakjuk. Oké, hol van kiárat? Ott van kiárat, nagyon jó. Nyilván valaki nagyon szeretne onnan kijárni. Oké, okay, ez csak ideiglenes. És akkor azt csináljuk, hogy ide jövünk ehhez. Lezúzzuk a retekbe. Oké, és... Építünk még egy ideiglenes crew kabint. Egyelőre ide. Csak azért, hogy érték ne essen kétségbe.
És utána lezúzzuk ezt a retekbe. És utána megépítjük ezt egy szinten lejjebbre. Milyen jól fogja itt érezni magát mindenki? És utána lezúzzuk ezt a retekbe. Építünk egy quartert ide. Oké, és nagyon jó. Soha ilyen jó. És akkor lezúzzuk ezt a retekbe. És megépítjük ide. Így. Már is milyen jól érzik magukat majd az emberek. Két emeletes ez a cucc, igen, hát ez a cucc, ez két emeletes. Az bizony mondom néktek két emeletes. Az a kérdés, hogy például ide lehet-e építeni? Ide szerintem nem lehet építeni már. De egy emelettel följebb lehet-e építeni ide? Egy emelettel följebb se lehet, és fogadjunk, hogy ide se lehet építeni. Ez egy hülye ötlet volt ezt így megépíteni. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez hülye ötlet volt. Oké, és nem tudunk több embert építeni, mert túl kevés oxigént termelünk. Hogy állnak a növények az oxigén termelő dolgunkba? Van egy empty, oda tudunk-e épp rakni valamit, ami oxigén? Nem csak gombáink vannak. Oké, nézzük meg, hogy mit építettünk. Úgyis át kell majd helyezni mindent. Ó. Oh. Ó. Oh. Hát azért ez szuper fancy. És van benne lépcső, és akkor teljesen felesleges a lift, gondolom. Ha, micsoda kis közösségi terek! Lehet innen veszekedni. Ó, nagyon jó. És hol van a... Hol van a fenti? Hogy ez még magasabb! Ó, nem, még csak itt van az emelet, az csak egy köztes emelet volt, oké. Okay. És akkor itt van egy másik. Én nem mondom vagyok, hogy ezért ez elég jól néz ki. Jó, ez a sziktatúra, bizony. Oké, ez nem rossz! De a lift menőbb. Hát ez... Arról, hogy a lift ez menőbb, vagy nem, arról vitatkozhatunk. De hogy egyébként abszolút értem, hogy mire gondolsz. De... vitatkozhatunk. Na nézzük meg, hogy jött-e fel valami borzalmasan idegesítő szörnyeteg azzal az űrhajóval, amit leküldtem, hogy intézzék el maguktól a dolgokat. Valószínűleg egyébként igen. Na, valami pete bárhol. Nincs. Jó, ez a gépágyú, ez valószínűleg azért a Peti. Ez a lámpa, ez nem feltétlenül érzi úgy, hogy ő... Oké, okay, nem, senki, nagyon jó. Van-e bármi green smetyi? Nincs green smetyi sem. Jó, hát akkor mehettek igazából vissza. Ja, hogy nem küldtelek el titeket. Ez sok mindent megmagyaráz. Valószínűleg azért... Ja, ez sok mindent megmagyaráz. Na milyen érzés nem csinálni semmit? Látom, remek. Nagyon jól el vagy. Úgy, de a workshopba beoszthatnának addig. És nem tudom, csinálhatnál dolgokat. Például... Először is... A tractor beam-eset átassignoljuk ide. És rendelünk tőle dolgokat. Például, ha lenne több robotunk... Ez 5 iron?! Hát ott egy csomó embert elszállásolok, mindegy, építsé robotot. Heavy caliber. Iridium. Hát akkor egy sör, hogy van-e iridiumunk egyáltalán. Oké, ők éppen küldetésen vannak. Ők jó lenne elkapni visszafelé. Oké, már is visszaértek. Fantasztikus. Lehetne a másik oldalon is tároló. Lehet ezt vajon fejleszteni valahogy? Oké, okay, kérdés, hogy látunk-e rajta űrlényt? Látunk. Oké, okay, van még. Oh boy. Megöltétek? Elszaladt?
elszaladt. Hova szaladtál olyan? Itt lelentre? Biztos, hogy nem. Lehet, hogy megtalálták. Merre van? Oh. Zérónak... nem. Zeronnának nagyon-nagyon szépen köszönöm a szabot. Imáron második hónapja. Nagyon-nagyon király, köszönöm szépen. Á, messze még az egy év. Messze, de egyáltalán nem elérhetetlen, mint ahogy azt lehet látni. Mert nyilván van csak abban az esetben, ha addig folyamatosan élvezed a tartalmat, meg ilyenek, szóval érted. Tehát, hogy... ne érezd a magad, hogy pressure-ölve, no worries, ha esetleg teszem azt valamelyik hónapban úgy érzed, hogy nem oké, és éppen. Tetszik ez a szoba. Tetszik ez a szoba. Az érjenek, mintha szétvertek van egy energy nódot. Hát ez nem lett meg annyira. Van egy sercegű energy nódunk. Ez a lámpa, srácok, nem csinál semmit. Szerintem nem vertek szét energy nódot. Nem, szerintem minden energy nódunk okés, vagy legalábbis itt biztos. Nézzük meg, hogy itt-e ne itt okés-e. Oh boy. New materials have been refined. Hogy jutottak? Ez a gépágyú fura dolgokat csinál, nem gondolnád, hogy... neked vannak kötelességeid? Hogy jutottak ezek ide? Fogadjunk, hogy lepetéztek valahova, és nem fogom megtalálni hova. Mondjuk elég látványos, de ettől függetlenül előfordulhat. Oké. Okay. Az ott, ami vörösen ízik, az nem pete, ugye? Mert azért, ha vörösen ízó petét találunk, az nem jó. Ó, nem, csak úgy villan rajta a fény. Hello! Ez a lépcső, ez... szóval figyeljetek rá, veszélyes lehet. Oké. Hármat fel tudtok hozni. Ja, menjetek még egy kört. És aztán szerintem ennyi lesz mára. Igazából haladtunk űrhajó felépítményben inkább. Nagyon fizikailag nem haladtunk sehova. A következő dolog egyébként, ami ahhoz, hogy többen legyünk mindenféleképpen elengedhetetlen, az az, hogy csináljunk még egy ilyen burkot. Nézzük, hogy ki lehet nézni. Sajnos kívülről nem néz ki olyan nagyon ez a burok. Na mindegy, szóval, hogy csinálunk még egy olyat. Mint láttam volna, ezt nem sarkából. Ennek a helységnek vajon van ilyen pincéje? Veszek van. Veszek van. Mindegyiknek van. Valószínűleg van, és vagy le is lehet jutni bele. A refinery-be is tudnak lifeformok keletkezni. Ha. Would you look at that? Ezt nem tudom, hogy miért, miért lehet itt velük kucskálni? Egyébként végül is logikus, tehát hogy süti őket a dolog, aztán... aztán itt csinálnak valamit, elszaladnak össze-vissza. Megjelennek mindenhol, át is állok erre az oldalra, hogyha esetleg valami itt döntene úgy, hogy szaladni kezd. Méghozzá az. Ó, oh, nagyon jó. Hű. Van még, ugye? Van, nyilván van. Amikor nem látom magát az energy nódot, csak azt látom, hogy ugrál a HP-ja. Oké, azt hiszem ezt megint csak megállítottuk. Petét dobtál-e bárhova? Nem, valószínűleg Petét nem dobtál sehova. Veszélyes egyébként ez a hely. Azt kell, hogy mondjam, veszélyes kiküldeni ezeket az embereket magukban. Mondjuk az egy izgalmas dolog, hogy vajon hogy... mitől függ az, hogy... tehát mitől függ az, hogyha én len vagyok, vagy ha nem vagyok len?
Oké, de nem kell. És 37. Ja, akkor sem is le kell lőnöm a streamet. Aj, annyira sajnálom, hogy ma csak ilyen rövid sikerült. Nyilvánvalóan ez senkit nem vigasztal, de elvi kérdés volt azt a vitát megnyerni, ami nem történt meg egyébként, szóval itt aztán egyik fél se nyert, és nem is fog, ahogy látom. Itt egy fa. Valahogy mind a két oldalak az érzése, hogy... Betonfalkhoz mondjuk most már kezdem érteni, hogy mi az ő álláspontjuk, de... Na mindegy. Szóval, hogy ja, valószínűleg ezzel egyébként elérkeztünk ennek a streamnek a végéhez. Ma csak ennyi sikerült. Holnap megpróbálunk egy kicsit hosszabbat mindenféleképpen. Holnap el kellett volna mennem itthonról, nem délután este, hanem napközben. Reggel, meg délelőtt. Kora délután, tehát hogy nem ilyen késő délután, de az átkerült csütörtökre. Ami azt jelenti, hogy csütörtökön... Lehet, hogy egy kicsit később kezdődik a stream, de lesz mindenféleképpen stream. És holnap is lesz stream, ha csak nem történik valami, nyilván mindig belefér. Nyilván ilyenkor írni szoktam Twitteren, úgyhogy a Twitter tudom a leginkább ajánlani követésre. Refnek nagyon szépen köszönöm, és nagyon király vagy. Képzeld el, ma reggel felhívtak a rendőrségtől, hogy másfél éve ellopott telefonomat megtalálták, és holnap reggel 6:30-kor érte mehetek, szóval elég jól kezdődött ez a nap, és még a vezetés is feladapta a hangulatomat. Ja, és jó szórakozást a mozizáshoz, nagyon szépen köszönöm. A Lego múlt fogjuk megnézni, hát vannak a második részét, Lego kaland, talán a magyar cím. Ne, magyarul van a címe, akkor magyarul lesz a film is. Jó, mindegy. Erre nem gondoltam eddig. Szóval, tudom, nem feltétlenül felnőtt film, de én személy szerint nagyon élveztem az elsőt. Úgyhogy megnézzük mindenképpen. Mondom, ha meg valami közbe jön, vagy történik, vagy bármi ilyesmi, akkor pedig úgyis szólni fogok Twitteren. Az talán a legközvetlenebb, ahol tudok szólni. Tudom, hogy nem mindenki látja meg ilyenek, de hogy az a legközvetlenebb, ahol tudok szólni. Úgyhogy... Nem sokára ismét találkozunk. És Refnek is nagyon-nagyon szépen köszönöm a Prime szabot, amivel, ha minden igaz, összejött a 12 hónapja. Vagy ma mindenkinek azt mondja a rendszer, hogy összejött a 12 hónapod. Ha összejött a 12 hónapod, akkor gratulálok és használd egészséget. Gyorsan találjunk valakit, akit meg lehet raidelni jól. Vagy nem annyira jól. Vagy semi-jól. Vagy legalább körülbelül meg lehet raidelni. Ez nem a Twitch. Megvan-e nyitva a Twitch app? Nincs. De megvan, csak a másik monitoron. Oké, és... Kik streamelnek Apex Legends-et éppen? Ajja, a KD-sok nem. Róluk lepereg, ők Modern Warfare-eznek. Papi! Ja, papit olyan régen rage-eltük? Raideltük. Mondjátok meg neki, hogy üdvözlöm! Tényleg egyébként nézem, Nessai is, a VR is. Ninetta nem, Ninetta World of Warcraftot streamel. Monchi is, KD, Beast sem. Ja nem, ő nem is streamel. Papi, jó lesz ez a papi! Adjátok át üdvözletem, de csak szépen visszafogottan, elég, ha egy ember beírja. És így, puf, nem, nyilván nem. Nem sokára is mi találkozunk, méghozzá valószínűleg a holnapi nap folyamán méghozzá valószínűleg Sea of Thieves-el, ha minden úgy halad, ahogy azt szeretnénk, hogy haladjon. Ha nem halad úgy, akkor... Illetve az lehet, hogy a Sea of Thieves-el lesz más is, de mindegy. Szóval holnap kiderül.